Szent Anna tó legendája. A néphagyományban mind mai napig élő rege szerint a tóhelyén valamikor égbe nyúló bérc emelkedett. Vele szemben egy másik hegy, kopár sziklái ostromolták az eget. A két hegy csúcsára két gonosz testvér, Gáspár és Sándor grófok építettek várat. Egyikük ezüstből, a másik pedig aranyból az egymással versengő, cívódó grófok állandó rettegésben tartották a környékbeli lakosságot. Egy alkalommal egy gazdag utazó, aki gyönyörű négy lovas hintón érkezett Sándor úr várához, éjeli szállást kért a vár urától. A kabzsi gróf, miután nem tudta rábeszélni vendégét az irigyelt fogat eladására, kocka játékon elnyerte tőle. Eldicsekedvén szerzeményével Gáspár grófnak az fogadást ajánlott, mi szerint, ha ő egy nap leforgása alatt sokkal szebb és drágább fogatot nem szerez, akkor vagyonát öcsének adja. Gáspár ördögi tervet eszelt ki. A környék falvaiból összeszedette a nyolc legszebb szüzet, és gyönyörű lószerszámmal ellátva. Befogta őket a legszebb hintójába. A szerencsétlen teremtések azonban meg sem bírták mozdítani a kocsit. Erre Gáspár gróf, szörnyű haragjában, ostorával rávágott a fogat élén levő legszebb lányra, akit annának hívtak. Isten meghallgatva a fájdalomtól térdre rogyott Anna könyörgését. Szörnyű ítéletet hozott. Megmozdult a Föld megnyíltak az ég csatornái, s az istentelen grófok várai a várhegyekkel együtt, nagy robajjal a mélységbe zuhantak. Helyükön másnapra egy sötét vízű tengerszem tükrözte vissza a felkelő napsugarát. Így nyerte el a tó a Szent Anna tó nevét.